Hare Krishna. Mohan, Sri Radastami ki jai. Ezért gondoltam ezen az alkalmon, vagy kihasználva, vagy élve ezzel az alkalommal, kicsit megdicsítjünk Srimati Radharanit, Krishnának a szeretetét, mert csak próbálkozni, ezen meditálni, megérteni, elmélyülni, az már nagyon sokat tisztít a tudatba, ezért, hogyha valaki hallgatja, vagy beszél, tökéletesen fejlődik. Viszont a mai programunk, ami remélem, hogy rövid lesz, nem azok számára szól, akik akarnak valami sok-sok történetet hallani. Mai alkalommal inkább beszéljünk a tatváról, Radha Tatva, a Srimati Radharaninak a természetéről. Mert mennyit tudjunk érteni, vagy hasznos, mennyire hasznos lesz nekünk a történetek, a lilák, hogyha nem értsünk a tatvát. Ezért ma azoknak szól, akik akarnak tényleg érteni kicsit mélyebben Krishna tudatot, a szeretet tudományát, bhakti jogának a szeretetjét. Ez a lecke azoknak szól, akik nem akarnak mélyülni, akkor nyugodtan már most ki lehet kapcsolni, ki lehet lépni, mert nem kell erőt feszíteni és időt erre szánni. És azoknak, akik, és ez lehet, hogy csak valaki egy megnézi, az már jó, nem nézi senki, se baj, mert én próbálok dicsérni Krishnát és az ő szeretetet, Srimati Radharanit. Om namo bhagavate vasudevaya. Fogok néha köhögni. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om agyanati mirandasya gyananjana shalakaya. Csakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyade Shatarine. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandha Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Rendben, szeretnék kérni, ha már felvételként már fogtok látni, de akkor is szeretnék kérni áldást, hogy beszéljek erről a témáról, mert ez nem az a téma, amikor csak azt mondjuk, hogy nem vagy ez a test, egy lélek vagy. Kicsit más, mélyebb lesz majd téma, viszont nem lesz túl mély, majd egyszer tudjunk mélyebben beszélni, de kezdhetjünk. Oké, akkor Chaitanya Charitamritából olvasunk fel egy verset. Először nem is egy, néhány verset fogunk beszélni. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, a negyedik fejezet, ott, ahol van Radha Tatva, a Krishnadas Kaviraj Goswami feltárral előttünk igazi, mély lelki témákat, erről fogunk most beszélni. Oké. Akkor 59. verset felolvasunk. Radhika hayena Krishna pranayamikara svarupa shakti aladini nama yanahara. Srimati Radhika Krishna szeretetének átalakulása
az ő belső Haladini nevű energiája. Rögtön be van vezetve a téma, hogy ez a szeretet, ez a bhakti jóga, ez a meditáció Srimati Radharanira, Krishnának a Haladini belső lelki energiára, szeretetre, bhakti. Próbáljuk meg ma egy kicsit ezen meditálni és megérteni. Következő verset. Haladini karaya Krishna ananda svadana Haladinira dvara kare baktira pasana. Ez a Haladini energia ad örömet Krishnának és táplálja Krishna baktáit. Haladini karaya Krishna ananda svadana. Itt azt mondja, hogy ez a Haladini, ez a Haladini sakti, ez a boldogság energiája Krishnának, ananda asvadana, Krishna asvadan, ez azt jelenti ízleli, ananda, boldogság, boldogságot ízleli, maga Isten ízleli ebből a Haladini saktiból, boldogság energiából. Mi ez azt jelenti, hogy ez egyetlen egy, ami vonz Istent. És akkor Haladinira dvára kare baktira pasána. Pasána az azt jelenti táplálva. A bakták is táplálva vannak ettől a Haladini energiától. Haladinira dvára kare baktira pasána. Ez a Haladini energia ad örömet Krishnának, és táplálja Krishna baktáit. Rögtön itt látjunk, hogy mi a lényege bhakti jogának, a Krishna tudatnak, a dzsapázásnak, hogyha valaki dzsapázik, gyakorol szabályokat, a megkapni ezt a Haladini saktinak a áldását, a kapcsolatot. Ma erről lesz szó. De most felolvassunk Srila Prabhupádnak zseniális, az ez ilyen gyenge szó, az még semmit nem mondani, de egyelőre jobbat nem találtam, csodálatos, zseniális magyarázatot. Prithviszandarbában Srila Jiva Goswami részletesen ismerteti a Haladini energiát. Elmondja, hogy a védák egyértelműen kijelentik, csak az odaadó szolgálat vezetheti el az embert az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Elnézést fogok kérni már előre, hogyha nem annyira élvezetesen olvasok, de kérem, bocsássatok meg, és meditáljunk a mondani valón. Hadd ne zavarjon senki ez a olvasási hiba. Egyedül az odaadó szolgálat segíthet a baktának, hogy szemtől szemben találkozunk a legfelsőbb Úrral. Az Istenség legfelsőbb személyiségét az odaadó szolgálat vonza, ezért a védikus tudás abszolút felsőbbrendűsége az odaadó szolgálat tudományának ismertetében rejlik. Mi az a különleges vonzó, amelyel a legfelsőbb Urat az odaadó szolgálat elfogadására ösztönözi, és mi a természete az Isten az ilyen szolgálatának? A védikus szentírások arról tájékoztatnak bennünket, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége az abszolút igazság, önellátó, és mája a tudatlanság soha semmilyen mértékben nem befolyásolhatja. Így aztán az az energia, amely felülkerekedik a legfelsőbbön, teljes mértékben lelki kell, hogy legyen.
ez az energia nem származhat az anyagi megnyilvánulásból. A boldogság, melyet az Istenség legfelsőbb személyisége élvez, nem lehet anyagi összetételű, mint a személytelen filozófiát vallók felfogása a Brahman boldogságáról. Az odaadó szolgálat két személy közötti kölcsönös kapcsolat, nem korlátozhatjuk csupán egy valakire. Ezért az önmegvalósítás boldogságát, a Brahmanandát nem tekinthetünk egyenértékűnek az odaadó szolgálattal. Itt is nagyon fontos kiemelés van, hogy vannak félreértések, mi a boldogság, hogy Brahmananda, hogy én egyedül mosolygok, és akkor itt egyedül boldog vagyok. Azt mondja, az lehet valami, de az, ami igazi lelki, ami lelki boldogság, ami ladini, az kölcsönös viszonyokból áll. És ez nem lehet sehogy összehasonlítani egy sima felszabaduláshoz. Az Istenség legfelsőbb személyiségének háromféle belső energiája van. A hladini sakti, vagy gyönyör energiája, a szandini sakti, vagy létenergia, valamint a szamvit, a tudat energia. A Visnu Puránában 1.12.69 a következő képen szólítják meg az Urat. Ó Uram, te vagy a fenntartója mindennek. A három attribútum, a hladini, a szandini és a szandvit egy lelki energiánként léteznek benned. A boldogságot és a boldogtalanságot, valamint a kettő keverékét előidéző anyagi kötőerők azonban nincsenek jelen benned, mivel neked nincsenek anyagi tulajdonságaid. A hladini, az Istenség legfelsőbb személyisége, boldogságának személyes megnyilvánulása, melynek révén az Úrnak élvezetben van része. Mivel a gyönyör energia öröki, ott lakozik a legfelsőbb Úrban, elfogadhatatlan a személytelen filozófiát hirdetők elmélete, miszerint az Úr a jóság anyagi kötőerőben jelenik meg. Következtetésünk ellentmond a védikus magyarázatának, miszerint az Úr transzcendentális gyönyör energiával rendelkezik, amikor az Istenség legfelsőbb személyisége kegyéből gyönyör energiája egy bakta személyben nyilvánul meg, azt az Isten iránti szeretetnek nevezik. Az Isten iránti szeretet az Úr öröm energiának díszítő jelzője. Az Úr és a baktája közötti kölcsönös odaadó szolgálat, tehát az Úr transzcendentális gyönyör energiának egy megnyilvánulása. Az Istenség legfelsőbb személyiségének az az energia, mely mindig növeli transzcendentális boldogságot, nem anyagi. A sankariták mégis annak tekintik, mert nem tudják, hogy a legfelsőbb Úr és gyönyör energiája azonosok. Ezek a tudatlan emberek nem képesek megérteni a különbséget a személytelen lelki boldogság és a lelki gyönyör energia változatossága között.
A hladini energia biztosítja az Úr teljes transzcendentális élvezetét, aki tiszta baktáját ezzel az energiával áldja meg. Oké, itt láthatjuk, hogy annyi sok variáció van, elképzelés lelki boldogságról és energiákról, de igazából ami az igazi tisztaság, ez most itt Krishna Das Kaviraj Goswami nekünk nagyon szépen polcokra rakja. Tehát van lelki energia, ami három részre van, osztódik, ez a lelki, ez a Krishnának a belső energia, a Sanvit, Sandini és a Hladini. Akkor a, mondjuk Sandini, ez a létenergia, Sanvit, ez a tudás, lelki tudás energia, és Hladini lelki érzelmek. És amire a ma fogunk beszélni, ez az, hogy a lelki gyakorlóknak nagyon fontos tisztán látni különbséget. Az anyagi, mert anyagi energiában ugyanúgy van három kötőerő, vagy anyagi energiában is van lét, ugye mi létezünk, élünk, lét, anyagi energiában ugyanakkor van tudás, tudatosság, és van valamilyen utánzat, vagy valamikor lehet érezni, hogy hó, érzelmi boldogságot tapasztalok. Igen. Na most, ahhoz, hogy valaki elérjen és kapjon eredeti lelki érzelmeket, ahhoz nagyon fontos látni a különbséget. És Krishna Das Kaviraj Goswami most erre tanítja minket, hogy mit jelent, hogy Hladini, mit jelent a belső energia. És mai napon nagyon kedvező, Srimati Radharani megjelenési napján kedvező, hogy erről gondolkozunk, beszéljünk, hogy is megértsük is. Oké. Akkor pár verset még felolvasom, és utána beszéljünk még egy pár szót az egészről. Hladini Sandini Sanvit Tvai Eka Sarva Samsit Hitau Hlada Tappa Kare Mishra Tvajna Guna Vargite. Ó Uram, Te vagy mindennek a fenntartója. A három attribútum, a Hladini, a Sandini és a Sanvit egy lelki energiánként létezik benned. A boldogságot, a boldogtalanságot és a kettő keverékét előidőző anyagi kötőerők azonban nem léteznek benned, hiszen neked nincsenek anyagi tulajdonságait. Megint itt. A anyagi és a lelki nem fér össze. Hát nézzünk egy kicsit erről, hogy mi történik. Például ez a három energia, Sandini, Sanvit, Hladini, anyagi világban, amikor megnyilvánul, akkor ez konfliktus jelenti. Mindig. Például fogjunk a lét. A lét, a létezés és a tudás között van konfliktus. Az nem tud együttműködni. Például, hogyha valaki akarja megtudni a létet, akkor meg kell ölni a létet. Ugye meg kell lőni a békát, szét kell vágni a békát, tanulmányozni. Szóval, hogy a tudás és a lét, az nem. Vagy van, amikor tudást próbálnak szerezni, és valamit kutatások vannak, hány élő lénynek meg kell halni, hogy ebből valami tudás legyen. Ugye, vagy valami gyógyszer, kísérleteznek az állatokon, és így tovább, és így tovább. Mielőtt ment az első rakéta az űrbe, akkor hány kutyát, macskát engedték, és így tovább, és így tovább. Szóval láthatjuk. És ugyanakkor nézzünk a Hladini. Hladini, ez az érzelmek, az a élvezet,
ugyanúgy konfliktusba jön a léttel. Anyagi világban, hogyha valaki elkezd élvezni, mert hogyha ez a lényeg, hogy élvezünk, akkor halálhoz fog vezetni. Mondjuk valaki akarja élvezni az ennivalót. Eszik, 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 és hogyha ő csak próbál, végül meg fog halni. Vagy akkor szóval bármilyen élvezet, ez mindig halálhoz fog vezetni, szóval a lét és a tudás az konfliktus, akkor a lét és a boldogság konfliktus, és ugyanakkor a boldogság, a hladini és akkor a szanvit, vagy a tudás racionális, az is konfliktus, mert amikor valamilyen érzelmek alapján csinál valamit, akkor mások azt mondják, hogy ez nem racionális, az nem logikus, amit csinál, szóval megint konfliktus. De amikor ezek a három energiák, a lelki, kicsit később mindjárt itt olvasunk erről, pont a következő versben, a lelki szinten vannak, akkor tökéletes, harmóniás együttműködés van, és pont ez a három adja azt a teljes boldogságot, teljes élvezetet, amikor ez a három energia ott van, és együttműködnek. Sandinira Saramsas Sudhasattva Nama Bhagavana Bhagavanera Sattahaya Yahate Vishrama. A szandini energia alapvető része a Sudhasattvának. Ezen nyugszik az Úr Krishna léte. Szóval rögtön itt kezd magyarázni ezt a három energiát. Szóval már most alkalmas, mondhatjuk, hát alkalmas, vagy inkább úgy mondjuk, hogy már most láthatunk, hogy van egy harmónia között, mert maga Krishna is létezik a lelki energiákban. És ezért ez adja ezt a szeretetet. Természetesen mi most nem fogunk menni sok az egész tattvát megbeszélni, csak amennyit itt most pár mondatban veletek tanulmányozunk, de nézzük meg ezt a Sudhasattvát tovább. A Mata Pita Sthana Griha Sayasa Sayasana Ara Eisaba Krishnera Sudhasattva Vikara. Krishna anyja és apja lakhelye, háza, ágya, ülőhelyei és minden más a Sudhasattva átalakulásai. Ahogy az anyagi világban, amikor ezek az anyagi lelki energiák alaszállnak, anyagivá alakulnak át, és ezért mindig konfliktus, de amikor lelki eredeti helyzetben vannak, akkor mindig harmónia. Erről van szó. És ez is nekünk mutatja, hogy itt keresni boldogságot ebben a világban nekünk mindig konfliktus lesz. Itt boldogságot keresni, ez az, mint a mondják a védikus írások, mint amikor kicsipelték a rizst, és kiszedték a rizst, és megmaradt a héja, és akar a rizs héjába keresni a rizsát, ez ugyanúgy itt csak egy ilyen üres lét van igazából. Itt nem nincsen esés. Itt nagyon szépen ezt mutatja be nekünk ezek a versek az anyagi energiának a működését. És végül nem fogok tovább húzni, mert csak itt meditáljunk erről a lelki energiáról, akkor itt még egy-két verset felolvasom, és akkor vége lesz, mert nagyon fontos. Aladinira sarra prema, prema sarra bava, bavira parama kashta nama mahabava.
A hladini energia eszenciája az Isten iránti szeretet. Az Isten iránti szeretet eszenciája az érzelmem, érzelem, báva. És az érzelem végső kifejlődése a mábába. Szóval itt lehet látni, hogy mennyire nyílnak ezek az energiák, a lelki energia. Majd mindjárt a végén megbeszélünk, hogy hogy kell nekünk érintésbe jönni lelki energiával. Hát mai nap már hozta azt az érintést, az, aki ünnepeli mai napot, tartja a bőtöt, hallgatja, olvassa, meditál, akkor ő is már valamilyen szinten érintésbe jön, de azt most mennyire szívbe ez megnyilvánul, az fontos, az majd megbeszéljünk, és ez nem biztos, hogy ma még mindenki megérzi. Mahabhava Svarupa Sri Radha Thakurani Sarva Guna Kanti Krishna Kanta Shiromani. Sri Radha Thakurani, a Mahabhava megtestesülése, minden jó tulajdonság kincstára, ő és a korona ékszer az Úr Krishna valamennyi gyönyörű kedvesek között. És akkor még felolvasunk ezt a kis magyarázatot. A Hladini Shakti tiszta működése Vraja fiatal leányai a Srimati Radharani viselkedésében nyilvánul meg. Srimati Radharani egy transzcendentális csoport legemelkedettebb tagja. A Hladini Shakti eszenciája az Isten iránti szeretet, melynek lényege a báva, vagyis a transzcendentális érzelem. Ennek legmagasabb csúcsát Mahabhavának nevezik. Srimati Radharani a transzcendentális tudat e három arculatának személyes megtestesítése, ezért ő az Isten iránti szeretet legmagasabb rendű elve, a Sri Krishna szeretetének legfelsőbb tárgya. De hogyan mi érünk el, ma Mahabhavát nem fogunk elérni, de a cél ez a szeretet, báva, lelki érzelem, hogy ez a három energia, Sandini, Sanvit és a Haladini egyesülnek a szívünkben, ezt hogyan tudjunk elérni. Hogyha mi menedéket veszünk, Shuddha Sattvana, ez azt jelenti, mi tudatosan tanulmányozunk, mit jelent, hogy Sadhana Bhakti, mit jelent, hogy Krishna tudat, mit jelent, hogy dzsapázás, mit jelent, hogy ünnepek, hogy baktákkal társulni, vagy sokszor lehet anyagi szemszögből pazarolni ezt az időt, mikor megyünk, és nézzünk, keresünk a hibákat baktákba, akkor mi nem vagyunk a Shuddha Sattva, hanem a Tamaguna hatás alatt, ilyen helyzetben sose fogunk tudni kiemelkedni ebből a mocsárból, és Krishna nem fog megnyilvánulni, és azt nem fog megnyilvánítani a szeretetet. Mert ez a szeretet akkor megnyilvánul a szívünkben, amikor mi megfelelően értékeljünk. Addig, ameddig, mint a hasonlítják, ugye azt a szeretetet adni bárkinek, mint a gyöngyöt szórni a disznók előtt. És ameddig az embernek a tudat anyagi, hasonló, mint a disznó tudat. A disznónak is vannak értékei, de mi az értéke disznó számára? A ürülék. És amikor a mi tudatunk, ameddig a mi tudatunk el van merülve az anyagi élvezetbe, ürülékbe, addig mi nem fogunk tudni, nem leszünk képesek, nem vagyunk képesek értékelni ezt a szeretetet, amiről szól mai nap. Ezért szadanázva énekelni Hare Krishna mantrát, társulni baktákkal, tisztelni prasádámot, amit nekünk megadott a Srila Prabhupád,
ez Suda Szatvára fog emelni mi tudatunkat, és Krishna fog látni, és ezek a lelki energiák fognak látni, Krishnának a belső energia, látni fog, hogy mi értékeljünk, akkor megnyilvánul a szívünkbe. Ennyit gondoltam, elmesélek a mai napon, kedves bakták, és Sisirat Hashama Sundar Ki Jai, de ugyanakkor Srila Prabhupát Ki Jai, Góra Bhaktavrinda Ki Jai, Hare Krishna.